Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Békés Csaba a kolbász fővárosa. A következő hosszú hétvégén Kolbászolj velünk címmel gasztrokulturális kalandozásra invitálják az érdeklődőket. Az eseményről Opauszki Zoltánnal beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó estét kívánok a kedves televízió nézőknek is. Tehát először is milyen programokat kínál a város és a térség számára Békés Csaba az előttünk álló hosszú hétvégén? Hát őszintén szóval nehezen tudnám elsorolni a műsor keretei között a teljes programkínálatot, hiszen ugye onnan kell elindulnunk, hogy ugye sajnálatos körülmény, hogy a Csabai Kolbász Fesztivál ebben az évben elmarad, nem kerül megrendezésre, viszont ettől függetlenül számos helyszínen számos önívós rendezvény kerül megszervezésre, mind Békéscsabán, mind Gyulán, és ezért is gondoltuk azt, hogy mindenképpen hasznos, hogyha ezt valamilyen módon összefoglaljuk, és ebben a tárban készült is egy csomagajánlatunk, és ezzel összefüggésben készítettünk egy szórólapot, amelyet a elsősorban szálláshelyeken, illetve a Turisztikai Egyesület tagjai körében terjesztettünk, illetve interneten, illetve a közösségi médiában indítottunk egy kampányt már a múlt hét végén, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb érdeklődőt, csabaiakat, gyulaiakat, itt lévő vendégeket el tudjuk érni, meg tudjuk szólítani. Tehát, ha jól értem, többféle programmal többen csatlakoztak ehhez a kezdeményezésükhöz. Kikkel vesznek részt ebben? Hát néhányat emelnék csak ki, hiszen, mint mondottam, nagyon gazdag a kínálat. Nagyon fontosnak gondoljuk, és ezért is adtuk azt a nevet a csomagnak, hogy kolbászoljunk együtt, mert hogy a csabai gasztronómia van a fókuszban. Tehát a gasztronómiai vonalon nagyon erőteljes lesz a kínálat a hétvégén. Ezen belül fölhívna a figyelmet például a rendezvény pajtában egy különleges élmény lesz elérhető az odalátogatóknak, hiszen látványdisznótorban lehetnek részesek az odalátogatók, és egyúttal ugye most a hétvégén nyit a korcsolyapálya, a műjégpálya, amely együttesen nagyon-nagyon klassz szórakozási lehetőséget fog tudni biztosítani az odalátogatók számára. De hát ezentúl a kulturális kínálatunk is nagyon vonzó, hiszen néhány hete, hogy a Munkácsi Mihály Múzeumnak az új munkácsi kiállítása megnyílt, amely azt gondolom, hogy rendkívül attraktív, nagyon-nagyon vonzó és érdekes. Ezt csak ajánlani tudom mindenki számára, hogy nézzék meg. És jelen pillanatban a múzeumban lévő időszaki kiállítások is nagyon-nagyon erős programot kínálnak, nagyon erős látnivalókat. Tehát a múzeum meglátogatását is jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek. Ezen túl izgalmas, minőségi kaland lehet a Haluska tanyára való ellátogatás sokak számára, mert egy olyan millióben, olyan tanyasi millióben találkozhatnak a csabai ízekkel, amely országosan is ritkaság számba megy, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas látogatást eredményezhet. Tehát ezen túl kirándulásképpen felfoghatóak azok a hagyományőrző séták, amelyek akár a csabai hagyományőrző kulturális kör, akár a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesületnek a szervezésében lesznek megszervezve a hétvégén, és hát az én mostani tudásom szerint remek kiránduló idő várható a hétvégére, tehát mindenképpen érdemes kimozdulni. És hát végezetül, de nem a sor végére hagyva, egy nagyszerű koncert is lesz a Csabai Kulturális Központban, az ismerős arcok lép föl, és hát az elmúlt időszakban azért viszonylag kevés koncertélményben lehetett részünk, ezért azt gondolom, hogy ez hiánypótló lehet, és az külön érdekessé is teszi az előadást az, hogy az ismerős arcok október 23-án lép fel Békéscsabán, tehát ezért is ajánlom jó szívvel ezt is ezen zene irányzat kedvelőinek, hogy jöjjenek el, még vannak jegyek az előadásra, nagy szeretettel várjuk őket a Csabai Kulturális Központban. Említette, hogy a gasztronómia az húzó erő itt a térségünkben. Számíthatunk arra, hogy ezen túl több ilyen összehangolt vagy különböző tematikákra épülő rendezvénykínálat lesz elérhető a városban? Hát mindenképpen, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ez a mostani rendezvénykínálat, ez egyfajta modellezése mindannak, amit a jövőben nekünk rendszeresen meg kell tennünk, és meg is fogunk tenni.
Tehát ez az első ilyen közös munka, ahol a Békéscsabai Turisztikai Egyesület tagságát képező vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, szolgáltatók együttműködéseként jött létre. Mindenképpen ezt folytatjuk. Nem is kell messzire mennünk, hiszen november végén, november 30-ai hétvégén, ugye ez egy a néprajzi szempontból egy legendás nap, ugye a disznóülő Szent András napja következik, amely a néphagyomány szerint a disznótorok kezdő napja, disznótoros szezon kezdő napja, és arra készülünk, hogy ehhez kapcsolódóan ugyancsak a hagyományos disznótorokhoz kötődő programkínálatot gyűjtsünk össze, és kínáljunk a csabaiaknak, az ide látogatók számára. De hát ezentúl azt is el kell mondjuk, hogy a nem csak Békéscsabán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület berkein belül folyik ez a közös munka, hanem a gyulai barátainkkal, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Együttműködésében is dolgozunk azon, hogy a térséget együttesen, közösen ajánljuk ki az ide látogatóknak. Most a járványra való tekintettel érthető, hogy sokan esetleg kicsit bátortalanok, bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy kimozduljanak-e. A turisztikai egyesület kére valamit azoktól, akik csatlakoztak ehhez, és kínálnak érdekességeket, programokat a látogatóknak, illetve vagy van-e, vagy rájuk bízzák? Tehát, hogy van-e valami központi ajánlás, vagy van-e, amit rájuk bíztak? Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk szabálykövetőek, legyünk fegyelmezettek, tartsuk be azokat a szabályokat egyrészt, amelyek jogszabályok formájában is ugye, ránk nézve előírnak magatartási normákat. Ezeket fontos, hogy betartsuk, fontos a fegyelmezettségünk. Ezen kívül a szűkebb kör vonatkozásában érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség még a tavasz folyamán elkészített egy úgynevezett COVID kézikönyvet, mely a turisztikai szolgáltatók számára készült egyfajta segédletként, egy módszertani útmutatóként. Ennek az aktualizálása folyamatosan történik az ügynökség részéről, és magunk is azt kérjük, azt javasoljuk a szolgáltatóknak, hogy ezt az útmutatást, ezt tartsák szem előtt, annak érdekében, hogy mindenkinek, mind a vendégeknek, mind a szervezőknek a biztonsága biztosítható legyen, és amennyiben kellőképpen fegyelmezettek vagyunk, akkor meg tudjuk találni azt a középutat, hogy a közösségi életünket tudjuk folytatni, de olyan módon, hogy senkinek az egészséget ne kockáztassuk, ne veszélyeztessük. Tehát itt a legfontosabb az, hogy legyünk fegyelmezettek, és tartsuk be az előírásokat. Arról már beszéltünk, hogy milyen programokkal készül a város a hosszú hétvégére, valamint arról is, hogy ezen a hétvégén lett volna a kolbászfesztivál. Történt változás? Van erről valami információ, hogy történt változás a szállásfoglalás terén? Hányan fognak várhatóan a városba érkezni? Hát tájékozottunk az elmúlt napokban, múlt hét folyamán is arról, hogy néznek ki a foglalási adatok, mint Békéscsabán, mind Gyulán, és hát a helyzet az, mondhatjuk, hogy örömteli, hogy nagyon kevés visszamondás, lemondás történt a szálláshelyeken. Tehát gyakorlatilag a mostani tudásunk szerint a szálláshelyek gyakorlatilag szintelenül egy teltházzal fognak menni a hétvégén, és ez is inspirált minket arra, hogy rakjuk össze azt az egyébként erőteljes kínálatot, amit kínálni tudunk nem csak a csabaiak számára, nem csak a gyulaiak számára, hanem az ide látogató vendégek számára, hiszen jelentős számban lesznek vendégek a városainkban. Tavasszal beszéltünk már arról, hogy Békéscsaba és Gyula között együttműködés jött létre, hogy egységes turisztikai területként kezeljék tehát egységes turisztikai területként vonza ide a látogatókat. Hol tart most ez az együttműködés? Ugye itt arról beszélünk, hogy felidézzük az akkori gondolatainkat, hogy még a tavalyi év végén elindult a két város vezetői között az a közös gondolkodás, amely kimondta azt a közös szándékot, miszerint formálisan is hozzuk létre a két város közös turisztikai együttműködését. Ennek jegyében február hónapban mindkét város önkormányzatának a közgyűlése hozott olyan döntéseket, amelyben kifejezték konkrétan és jogi értelemben is azt a szándékot, hogy ezt a közös szervezetet hozzuk létre, és elindult a tavasz folyamán
a Gyula Békés Csaba Térségi TDM Szövetség létrehozása. Ennek a folyamata zajlik, hát tudjuk, hogy az ilyen típusú folyamatok bíróságon való áthaladása nem túl gyors folyamat, de folyamatban van a TDM Szövetségnek a bejegyzése. Az elmúlt hetekben bizonyos hiánypótlási eljárásokat kellett megvalósítanunk. Azt reméljük, hogy egészen rövid időn belül megtörténik jogerősen a TDM Szövetségnek a bejegyzése, tehát jogi értelemben is létre fog jönni a szövetség. De mindemellett az elmúlt hónapokban folyamatosan dolgoztunk és egyeztettünk azokkal a partnereinkkel, akik szakmai szakértőként, szakmai szereplőként részt fognak venni a szövetség munkájában. Ennek keretében 7 szakmai munkabizottságot hoztunk létre, ahol számos térségben tevékenységet folytató szakértőt és szakmai szereplőt kértünk föl. Ezek a felkérések megtörténtek, és a következő hetekben kezdjük meg azokat a személyes egyeztetéseket ezek a szereplőkkel, akik a munkabizottságokban részt vesznek, és elkezdjük közösen azokat a szakmai, stratégiai dokumentumokat megfogalmazni, megalkotni, amelyek a mi térségi együttműködésünknek a kereteit, a formáját fogják tudni meghatározni a jövő folyamán. Milyen terveik vannak a távolabbi időszakra nézve, és a helyiek hogyan tudják segíteni ezt a munkát? Hát ugye nagyon-nagyon fontos magunk számára, amikor Csabaiként, Békés Csabai dolgainkról beszélgetünk, hogy abban, hogy mi a turizmusban sikeresek legyünk, eredményeket föl tudjunk mutatni, abban rendkívül fontos az, hogy mi magunk, a csabaiak, legyünk büszkék a városunkra. Egyébként azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb számban, egyre több pozitív jelzéssel találkoznak akár a közösségi médiában is, de ez nagyon fontos, hogy azok, akik szeretik ezt a várost, akik büszkék erre a városra, azok ne féljenek ezt kimondani. Mondják el, mutassák be, és jó szívvel ajánlják ismerőseiknek, barátaiknak, hiszen szoktuk mondani, hogy az úgynevezett szájhagyomány útján történő népszerűsítése a leghatékonyabb. Tehát kérem is, biztatom arra a csabaiakat, hogy ismerőseiknek, barátaiknak jó szívvel ajánlják városunkat, mert tényleg egy remek város. Ezen túl azt is tudjuk, hogy ma már nagyon-nagyon sokan használják a közösségi médiát, fiatalabbak, idősebbek egyaránt. Itt is arra biztatnám mindannyiunkat, hogy azokat a fotókat, azokat az élményeket, amelyek érik városunkban őket, ezeket osszák meg a közösségi médiában, mert jó, hogyha ezzel minél többen találkoznak. Látom, hogy nagyon népszerűek ezek a felületek. Csodálatos fotókat látni olyan úgynevezett amatőr fotósoktól, akiket magam is talán személyesen nem ismerek, de csodadókat tudnak megmutatni városunkról. A harmadik, ami ebből a szempontból meghatározó fontosságú, hogy jöjjenek el a városi rendezvényekre, a kulturális intézményeink rendkívül gazdag kínálatot nyújtanak, nagyon magas színvonalú produkciókat lehet megnézni, tehát jöjjenek el mind nagyobb számban, látogassák a rendezvényeket, és legalább ilyen fontos, hogy adjanak visszajelzéseket az intézményeknek arról, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ahol esetleg javítani valót vélnek, mi az, ami jó. Tehát mondják el a véleményüket. Az internetes felületeken számos lehetőség van erre, de fontos, hogy csatoljanak vissza, mondják el, hogy mit gondolnak. Ez nekünk nagyon fontos. Opalszky Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!